Bármennyire mert hallgattak a dolgot, hogy kimondottak a geomechanikai zenéket, és hogy ez megérted, ez nem mondom, hogy önök a portok. Ez egy kicsit értő, tudok, egy kicsit angolul. Hát a brazil, de a brazil zene akkor megérti. De azt a brazilokat, azt mondjuk, azokat már megérték egy kicsit, meg az argentinok volt. Azok volt, azt nem mindent, azt mondja, de keveset, keveset. Azok spanyolul beszél. Igen. Az olyan, ahogy hívják, a spanyol, meg a portugál, mint az osztrák, az olyan, hogy akkor egy sváros névedet teszik. Hát hosszú ide, de egyszer felolja, de megy beszélni, csak nincs a múlt. Ilyenkor megy? Több, nálunk vannak egy olyan. Corvillo? Corvillo. Az orvosnak megtudni, hogy egy jelenítő, hogy akkor nem szoktuk adni. Amikor jöttünk el, akkor azt az épületet, hogy az már megszer. És mondja a főorvos, egyszer jöttünk el mindjárt, hogy ne menjünk el, azt mondja, ő ezzel minket miért nem akarja búcsúztatni ezt a szermet. Na, oda én voltam az utolsó az ágyom, mellettem feküdt a fekete gyerek. Oda jön a főorvos a fekete gyerekhez, Franciszkónak mindent. Na, Franciszkó mondja neki, jó egészségű tovább, azt mondja, hogy megszólom a srác, azt mondja, te főorvos, hogy akarod a pénzt, dollárban vagy forintban? Jó, te! Elfordulok, mindenki elkezdtünk majd, vörösített, mint a pipacsa, az olyan zavarra volt, hogy belegyújt a zsebünkbe 900 dollárt, azt mondja, megint adok ki dollárba, de azt mondja, de valami marha, azt mondja, hogy akarod a pénzt, dollárba vagy forintba? Az orvos milyen marha zavarba volt, érted, nem dozott az egészségét. Finoman megkérdeztetem. Osztályos orvos, főnővér, nővér, mindenkinek meg ott kivágolni, hogy hogy akarod a pénzt, dollárba vagy forintba? Az életetlen. Na, nem szabadkozott, hogy nem kell neki. Hát most tudod, most nem tudunk. Nekem nem volt repülő. Vele kézőtél rá. Ja, most lehet, hogy majd veszek egyet. Nagyon kurva. 52-es. Ez egy